Szeretik a Balatont az édes vizeinkért természetvédelmi egyesület tagjai, akik egész napos programot szerveztek Füreden, amelyel a figyelemfelkeltés volt a céljuk. A figyelemfelkeltés, hogy óvjuk édesvizeinket a szemetelés megállításával, tudatosabb életszemlélettel. Vasárnap várták a családokat a kisfaludi strandon különböző programokkal, jogával, zumbával, szívtánccal és persze, amit a szervezők is kihangsúlyoztak, elsősorban szeretettel. A civilek teljesen önerőből szervezték meg az ingyenes programokat, ezek bárki számára elérhetőek voltak. Még egy kincskereső séta is belefért, ahol persze nem kincseket gyűjtöttek a résztvevők, helyette inkább összeszedték a szemetet. Több ember már próbálkozott a Balaton körülő Ez nem annyira kivitelezhető, de hogyha minden ponton kimondjuk, hogy szeretlek, 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 egyszerre kimondjuk, hogy szeretlek Balaton, az biztos, hogy hatalmas szeretet, energiát és hullámot ébreszt el a Balatonba és az emberekbe. Két éve vagyunk természetvédelmi egyesület, azért jöttünk létre, hogy a füredés környékű és az egész Magyarországbeli édesvizeinket és a forrásokat megtisztítjuk az ilyen fizikai szeméttől, mert egyre nagyobb méreteket ölt a, a műanyagok szereteknek a terjedése, és sajnos ezt így a Balatonunkba is, szeretett Balatonunkba is sajnos már előfordul. A testet és szellemet is ki lehetett lazítani vasárnap. A káli fények csontrakó tanoda és lélekcsoport különleges masszázsal várta az érdeklődőket, de volt táncbemutató is. Itt minden a szeretetről szólt, és a szervezők szándéka szerint ez nem csak a Balaton felé nyilvánult meg. A résztvevők is azt érezhették, jó helyen vannak, jó emberek között.